estét kívánok, kedves nézőink! Ma esti témánk meglehetősen izgalmas részben, és hát persze aktuális is, hiszen itt Székesfehérváron szeptember 20. és 30-a között kerül sor az Európai Minifutball Fesztiválra. Nos, hát ilyen még nem volt, és hát nagy izgalommal várjuk, hogy milyen lesz az első a kiírásról, és hát egyáltalán a magyar minifutball helyzetéről az egyik legszakavatottabb a Nagy Lajossal, a Hazai Minifutball Szövetség szakmai vezetőjével, és hát a Magyar Nemzeti Válogatott Szövetségi Edzőjével, kapitányával beszélgetek. Köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerbusz, jó estét kívánok! Hát honnan jött az ötlet egy ilyen nagy összeurópai minifutballfesztiválra? Mert hogy a helyszín az adott, azt értjük, Székesfehérvárt, de ilyen még valóban nem volt egy ilyen nagy fesztivál. Először is tavaly olvasgattuk a pályázatokat, és kíváncsiak voltunk, hogy melyik pályázat által tudnánk még jobban népszerűsíteni ezt a kispályás labdarúgást itt Magyarországon, és sikeresen megtaláltuk ezt az Erasmus Plus projektet, amire pályáztunk, és hála Istennek az EURA is bólintott erre, úgyhogy megkaptuk a támogatást tőlük, és tavaly év végén már elkezdődött ennek a focitornának a szervezése, és utólag jött csak a gondolat, hogy lokálpatriótaként mi lenne, hogyha Székesfehérváron rendeznénk ezt meg. Természetesen az önkormányzat mellénk állt, támogatott minket, és természetesen a Videotonnal is sikerült megegyezni, és így történt meg az, hogy a Videoton műfüves edzőpályáján alakítottuk ki erre a 10 napra ezt a minifoci bázist, és ott zajlik 4 minifutballpályán a torna. Kik azok, akik nevezhetnek, milyen megkötések vannak? 4 kategóriát indítottunk, ma első nap elkezdődött már az U23-as torna, ami ma és holnap fog lezajlódni. Hétvégén a férfi és a női kategóriának a selejtezői lesznek, jövő hét elején nagy örömömre egy mentali challenge, tehát egy fogyatékkal élők kategóriáját is sikerült bevezetnünk, ez jövő hét elején lesz, és ez a 4 kategóriában itt fognak viaskodni egymással. Az, hogy kik nevezhettek, ezt az Európai Szövetség tagszervezetei megbeszélték egymással, városok indíthattak csapatokat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy itt nem a legjobb csapatok, nem a legjobb klubcsapatok, nem válogatottak vannak, és jönnek el Európa 15-16 országából, és majdnem 50 városából, hanem kifejezetten baráti társaságok, városok küldöttei, akik azért jönnek, hogy tényleg a kispályás foci örömeit itt átéljék ez alatt a pár nap alatt. De ugye olvastam itt a kiírásban, hogy gyakorlatilag tehát a profi, tehát NB1-es, 2-3-as labdarúgók, tehát ez kizáró. Ez kizáró. Ok, így van, természetesen ezzel is le akartuk szűkíteni a kört, hogy profik ugye minifociba amúgy se léphetnek pályára, de NB1-es, NB2-es, NB3-as nagypályás, illetve NB1-es futszál játékosok sem léphetnek pályára. Hol tart most Magyarországon a minifutball? Mennyire prosperál? Ugye hát a válogatott azért szállítja a szép eredményeket. Ugye mi egy fiatal szövetség vagyunk, 3 éve alakultunk, és azért 3 év alatt én azt mondom, hogy elég dinamikusan kiépítettük a saját kis rendszerünket. Ugye most már idén 4. alkalommal vettünk részt a válogatottal Európa-bajnokságon, idén 3. alkalommal rendeztük meg az országos bajnokságunkat, a Szuperligát, és ez folyamatosan növi ki magát, tehát évről évre én úgy mondom, hogy fejlődünk, a saját országos bajnokságunk, ez a Szuperliga is remélhetőleg egyszer majd eléri azt a szintet, hogy heti rendszerességgel fognak a legjobb kispályás csapatok egymással megmérkőzni, hasonlóképpen, mint most a nagypályás fociba vagy a futszálba. Az, hogy a válogatottal volt 1-2 kimagasló eredményünk, ezt köszönjük szépen. A célunk az, hogy a mostani világélvonalba tartozó Csehországgal, Romániával egyszer majd olyan mértékben felvegyük a versenyt, hogy mi indulhassunk el például egy Európa-bajnokságon olyan céllal, hogy igenis most aranyat akarok nyerni. Téged annak idején mi fogott meg a minifutballban? Mi az, ami más vagy, ami plusz? Ugye kisgyerekként, amikor az ember elkezd focizni, akkor ugye kispályás focival kezdi, iskolába, óvodába. Utána ugye, hogy növekszik a korosztály, úgy megy fel a nagypályára, de ez a kispályás foci szeretete nálam mindig megmaradt. Amikor tudtam, én lejártam, akár a lakótelepen laktunk, akár baráti közösségekkel, és fociztam az Alba Ligába, itt ugye Fehérváron a kispályás bajnokságban. Évek óta rendszeres résztvevő vagyok, amikor a
sérüléseim úgy engedik. Én azt mondom, hogy ez a savaborsa a futballnak, ami ebbe a kispályás fociba zajlik, tehát itt minden benne van, amit egy focizni szerető és tudó ember akar csinálni. Mondtál egy kulcs szót, itt a baráti közösségeket említetted. Nyilván közösségformáló erő is egy ilyen mini futball csapat, például egy olyan, amelyben nevez erre a fesztiválra, itt a Fehérvári Fesztiválra. Abszolút. Fejleszti is a közösséget egy ilyen torna, összehozza a barátokat, és nem csak a csapaton belül, hanem én például egy Európa-bajnokságból kiindulva a csapatok között is, tehát két válogatott között, itt a jelenlegi Mini for EU fesztiválon is két különböző csapat tagjai is már elkezdtek barátkozni, például a mai nap, ahogy elkezdődött ez az U23-as torna. És itt nem csak magyar és magyarral, a magyar mondjuk az ukrán játékossal elkezdett beszélgetni, kint vannak csocsóasztalok, elkezdtek egymással csocsózni, tehát ez tényleg egy ilyen fesztivál, ahol jól érzi magát a játékos, focizik, és mellette még akár eredményt is el tud érni. Összességében hány csapatot, hány vendéget, játékost, szurkolót vártok erre a fesztiválra becslések szerint? A csapatok száma az körülbelül 100, ez 15 európai országot jelent, körülbelül 50 városból, és körülbelül, még egyszer mondom, 100 csapatot. Ezt azért nem tudom pontosan megmondani, mert például a férfi mezőnybe még máig lehet jelentkezni, tehát elég rugalmasak vagyunk ebbe. Tényleg azt szeretnénk, hogyha minél többen jönnének és minél többen elindulnának. Azt nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy ez EU által támogatott, tehát például akár külföldről, akár Magyarországról eljön ide egy csapat, annak az utazási költségét, szállását, étkezését természetesen biztosítjuk. Azt mennyire látod presztízs kérdésnek a magyar csapatoknál, hogy legyőzzék a külföldieket? Hát szerintem akiben van egy egészséges versenyszellem, benne mindenképpen benne van, és szerintem itt a focistáknak a nagy része ilyen. Hát akkor meglehetősen izgalmas mérkőzések várhatóak. Ha már egy picit kikacsintottunk a válogatottra, akkor maradjunk is ennél. Mennyire nézed szövetségi edzőként, kapitányként majd ezeket a meccseket? És egyáltalán mennyivel lett nagyobb a merítési lehetőség? Természetesen nem tudom kikapcsolni ezt az énemet, hiszen szakmai szemmel is figyelem a meccseket. Nagyon remélem, hogy azért egy-két tehetség, akit eddig mondjuk nem vettünk észre, és ki fog tűnni, jövőre esetleg a válogatottba is számításba tudom venni. Hogy értékelnéd ezt az évet válogatott szempontjából? Válogatott szempontjából, ugye tavaly volt egy nagyon kimagasló eredményünk, egy váratlan bronzérmet szereztünk az Európa-bajnokságon, amire mindenki felkapta a fejét. És a világbajnokságon is jól szerepeltünk, hiszen a legjobb 8-ig jutottunk, ott pedig a világbajnok csehek ejtettek ki minket a 4 közé kerülésért. Én az év végén is azt mondtam, hogy egy kimagasló eredményt sokkal könnyebb elérni, mint azt megtartani, vagy esetleg fokozni és továbbvinni. Ez nem is sikerült nekünk idén, hiszen az Európa-bajnokságon nem sikerült a csoportból továbbjutnunk. Hiába jól játszottunk, hiába másfél percen múlt az egész, mert ha másfél perccel a vége előtt a csehek ellen nem kapjuk azt a bizonyos gólt, akkor mi megyünk tovább, ők esnek ki. De ugye a sportban és a fociban is nincsen ha. De mégis én látok a játékba is fejlődést, a játékosok közötti összhangba is fejlődést, a közösségépítésbe is látok fejlődést. Ott tartunk így harmadik évben, hogy most már mindenki szeretne nagyon válogatott lenni a mini futballba. 2-3 éve még voltak óckodások, mi ez, nem tudjuk, stb., de most már mindenki tud róla, és mindenki a saját tornáinkon, a Superligán, az országos bajnokságon annyira oda teszi magát, és fel akarja magára hívni a figyelmet, hogy ez tényleg le a kalappal előttük. Ezt gondoltad volna, hogy ilyen hamar beindul a mini futball térhódítása, és akkor a presztízs értéke lesz? Én tudtam, hogy így lesz. Volt egy célunk, egy elképzelésünk, ami még mindig tart, tudtam, hogy kik dolgoznak benne, olyan fiatal emberek, akik céltudatosak, és tudtuk, hogy amiért dolgozunk, az meg fog jönni, és most ez meg is jött, de természetesen nem állunk meg, csináljuk tovább. Magadon edzőként, kapitányként érzel valami változást? Most már máshogy csinálsz bizonyos dolgokat, mint mondjuk
ezelőtt néhány évvel, amikor kezdted mondjuk a kapitánykodás, mert ugye edzős kötsz egyébként ugye a Vidi utánpótlásában, de hát a tapasztalatod gyűjtöd. Igen, hát abszolút, tehát ahogy telnek és egyre több meccs van mögöttem is, mint edző, természetesen úgy nő az én tapasztalatom is, állandóan kell tanulni, és nem csak az edzőséget, mint szakmát, hanem egy csapatnak a közösségépítő szerepét, a játékosokkal való viszony, pszichológiailag rengeteget tudok fejlődni is, és tanulni is. Más edzőktől nem szégyen tanulni, játékosaimtól nem szégyen tanulni, úgyhogy én azt mondom, hogy jó úton vagyunk az egész magyar minifoci társadalom, és ezt ítéljék meg kívülről mások, hogy én, mint a magyar válogatott szövetségi edzője, milyen úton vagyok. Én azt mondom, hogy pozitívak a visszajelzések. És a minifutballban, nem tudom, taktikában, bármiben észrevehető valamiféle változás? Ugye most már a futballra, a nagypályás futballra azt mondják, nagyon fizikális lett, tehát gyakorlatilag atléták vannak a pályán. Hát minifutballban ugye ekkora távolságokat azért egy végtében nem kell, meg nem is lehet megtenni, de ott felfedezel valami változást? Érdekes volt, mert ugye Magyarországon vannak nagypályás foci edzők, vannak futszál edzők, de nincsenek mini futball edzők. Nem mondom, hogy teljesen más szakma, hiszen foci-foci, de mégis. De nincsenek edzők kispályás fociba, és nincsen edzőképzés sem. És én egy embert ismertem, akivel 2-3 éve együtt dolgozok, a Csernai Gabi, aki valamilyen szinten kispályás szakmában otthon van, de rajtok kívül csapatvezetők vannak, játékosok vannak, de nincsenek edzők. Nem volt olyan ember, akitől én ezt tudtam volna tanulni, taktikailag. Én ezt európai edzőktől tanultam, még egyszer mondom, a saját tapasztalataimból tanultam, mit, hogy kell összerakni, de tényleg majdnem, hogy csak egy más szakma, mint a nagypályás edzősködés. Arról nekem van papírom, a kispályáról nincsen, ott csak gyűlik a tapasztalat. És a szövetségnek vannak ez irányban törekvései, hogy valamiféle edzőképzést, vagy bármiféle mentor programot hozzanak? Hosszú távú célunk mindenképpen, nem csak edzőket szeretnénk képezni, akik által majd a magyar minifoci is nívósabb lesz, hanem akár egy bíróképzés is. Tehát most a minifociban, ugye pont itt a fesztiválon is már olyan profi, külföldi minifoci bírók vannak, akik járnak eseményről eseményre, ott voltak az Európa-bajnokságon, 2 hete ott voltak Csateszben, a Bajnokok Ligáján most itt vannak, tehát mi szeretnénk ezt helyi szinten is bevezetni, hogy profi szakemberek legyenek nem csak a pályán, hanem a kispadon és mondjuk a bíróhelyén is. Videóbírót igényli a minifutball közösség? Mert ugye ez most már nagyon aktuális kérdés a nemzetközi nem futball. Támogatom. Nem támogatom. Én azt mondom, hogy a bírói tévedés az ugyanúgy benne volt eddig is a fociba. Videóbíróval is lehet tévedni, és annyira megszakítja ezt az egész játékot, és megvan nyilván a pozitív tulajdonsága is, de a foci az a bírói tévedésekkel, a játékosok hibáival ugyanúgy benne vannak, a bírók is tévedhetnek, az úgy kerek egész, ahogy van. Ez az én véleményem. Hát például Cristiano Ronaldo most biztosan máshogy gondolja tegnap esti Valencia meccs után. Igen, láttam. Hát igen, akadnak, de akkor miről beszélnénk, ha nem erről? De igen, így van. No, hát futballfesztivál tett szeptember 20. és 30. között nem győzzük hangsúlyozni, úgyhogy Nagy Lajosék várnak mindenkit nagy-nagy szeretettel. De hát, ha beengedsz, még azért tegyünk egy kitérőt, ha már itt most bele lovaltuk magunkat a nagypályás futballba, Vidi. Európa Liga. Adásunkkal egy időben, illetve hát amikor ezt a beszélgetést önök látják, akkor a Vidi már nagyban harcol a Bate Borisovval, és hát reméljük, hogy eredményesen teszi ezt Budapesten. Mik a reményeid, és hát nem tudom nem megkérdezni, hogy mit szóltál Lázovics döntéshez. Már nyilván a klub alkalmazottja vagy, tehát, de mégiscsak azért erről mindenki beszél most. Igen, valóban ugye másodállásban, én a videóton utánpótlásában is dolgozom, a 2004-es gyerekekkel vagyok, de egyrészt nagyon szurkolok, hiszen videóton nevelésű játékosként, és volt videóton NB1-es játékosként, természetesen, hogy a szívem az piros-kék. Nagyon szorítok a csapatért, nagyon-nagyon remélem, hogy meg tudjuk szorítani akár mind a 3 ellenfelünket itt az Európa Ligában a csoportkörökben.
Nagyon várom a mai mérkőzést is, nagyon várom a Chelsea elleni mérkőzést is. A Lazovic esetről pedig csak én is annyit tudok, amit a sajtó ír, tehát nincsenek belső információim, hogy pontosan mi történhetett. Minden esetre történt, ami de érdekes, ami történt. Érdekes. Tovább mehet a Vidi csoport másodikként? Miért ne? Tehát merjünk nagyot álmodni. Ki gondolta volna, hogy a Dudelang ellen estünk ki majdnem, igen, hogy igen. Azután idáig eljutunk. Merjünk nagyot álmodni, miért ne? Jó csapatok vannak, jó csapatunk van, jó edzőnk van, jók a stábtagok, miért ne? És hát már ugye az Ajax Athén elleni meccsen is az a megtiszteltetés érte a csapatod ifjú tagjait, hogy ők lengethették a középkörben ugye a BL kör alakú lobogót. Hát ez most Európa Ligára cserélő, de ez is egy gyönyörű lobogó. Most is ott lesznek, most is ott vannak a srácok a stadionban. Igen, stadionban. A srácok, a 2004-esek természetesen. Ez azért nagy dolog. Nagyon büszke vagyok rájuk, és hogy mondjam el itt a Fehérvár TV-be, hogy tavaly ugye megnyertük az országos kiemelt bajnokságot az U14-est, úgyhogy emiatt is nagyon büszke vagyok rájuk, rengeteget fejlődnek a srácok, nagyon motiváltak, és ennek eredményeképpen megkapták ezt a megtiszteltetést, hogy ezt a bizonyos Molinót lengethetik, ott lehetnek testközelbe ezeken a kiváló mérkőzéseken, ott lehetnek a remek játékosok közelébe, és nem csak a videótójátékosokra gondolok, hanem mondjuk egy Chelsea játékosra. Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy ugye merjünk nagyot álmodni, és Márko Nikolic is ugye ezt hangsúlyozza, és ez is bizonyítja, hogy ez mennyire fontos a motiváció, és ahogy én még a Csehország Európa bajnokságon láttam a csapatot, meg néhány ilyen értekezetet, amikor ott lehettem veletek, te ezt nagyon fontosnak tartod, ugye, a motivációt. Ez nálad is döntő dolog. Igen, egy-két játékosom néha furán is néz és hülyének tart, amikor a mérkőzés előtti taktika, az nem, főleg nem a taktikáról szól, hanem próbálok az érzelmekre hatni, próbálom azt, hogy úgy menjen ki a pályára, hogy nem tud elképzelni mást, mint a győzelmet. Próbálom úgy motiválni őket, hogy kitegyék szívüket, lelküket a pályán, és azért bevetek mindent. Ha kell, összevágok egy videót, ha kell, olyan zenét rakok be nekik, ha kell, olyan szöveget mondok, ha kell, lopok másoktól videókat, ami által ez megtörténik a pályán. Én azt mondom, egy edzőnek az is feladata, igen, hogy taktikázzon, hogy fizikailag rendbe tegye a csapatát, de a legfőbb feladata az, hogy pszichikailag, mentálisan erőssé tegye őket. Mindenkinek tudja, hogy mit kell mondjon, minden játékossal akár külön el kell beszélgetni, és fontos az, hogy mennek ki a pályára. Ha mindenki tisztában van a feladatával, és azt lelkesen végrehajtja, akkor ilyen eredmények születhetnek belőle, mint amit te is mondtál, vagy a Csehország érvén. Hát a Mini Futball Fesztivál ugye azért a Mini Futball ünnepéről is szól, de hát itt is nyilván azért a csapatok számára fontos lesz a minél jobb eredmény elérése. Mini futballban általában mi a tendencia a taktika terén? Többnyire milyen taktikát alkalmaznak a csapatok? Kontrára építenek, vagy egész másra? Mi a jellemző? Itt is azért különböző felállási formák vannak. Talán nincs annyi variációs lehetőséged, mint nagy pályán, de itt is lehet az, hogy például, ha nincs nálad a labda és védekezel, akkor visszaállsz a saját térfeledre, megpróbálsz abból kontrázni, az is lehetséges, hogyha nincs nálad a labda, akkor fönnmaradsz az ellenfélen, megpróbálod letámadni őt, ha nálad van a labda, ott is rengeteg variációs lehetőség van, rengetegen alkalmazzák például, hogy a kapus jön ki a labdával, és hatodik mezőnyjátékosként bekapcsolódik a játékba, ez is egy új szituáció, amire akár védekezésbe is fel kell készülni, rengeteg labda nélküli mozgást igényel ez a kispályás labdarúgás. Mondom, itt is megvannak a variációs lehetőségek, ismerni kell az ellenfelet, hogy kivel játszol, nagyon fontosnak tartom a videózást, hogy kivel játszol, mik az erősségei, mik a gyengéi, ez nagyon fontos, és hát a saját stílusodat azt próbáld elérni, hogy a pályán érvényesüljön. No hát reméljük azért a magyar csapatok a Mini Futball Fesztiválon oda teszik magukat és megmutatják a saját stílusukat. Arra kérlek, hogy mondd el a kedves nézőknek, meg hát elsősorban az érdeklődők számára, hogy azok, akik érdeklődnek, vagy sőt, hát megjött a kedvük, azok mit tegyenek, meddig, mikor, hol, mit lehet tenni. Ma van még a határidő, úgyhogy most már elég szűkös, ez a minifoci.hu oldalon, illetve a szövetség Facebook oldalán még lehet jelentkezni. És valamit még nagyon el szeretnék mondani, a
futballfesztivál utolsó napján, szeptember 30-án egy helyi torna kerül megrendezésre, mint egy zárásaként ennek a Mini4 EU futballfesztiválnak. Ez Fehérvár Kupa névre hallgat, ez egy különálló torna, és itt kifejezetten székesfehérvári és környéki cégek, vállalkozások, társadalmi csoportok fognak megmérkőzni egymással, tényleg egy jó hangulatú foci torna keretein belül. Már elfogadta a meghívást és részt vesz például a Városi Rendőrkapitányság, a NAV kispályás csapata, katasztrófavédelem, városgondnokság, a cégek közül természetesen például a Masterplast, akkor Simon műanyag feldolgozó, tehát ez is egy jó kis muri lesz. És hát ahogy böngészem a kiírást, ugye olyannyira komolyan veszitek a díjazást, hogy nem csak a helyezettek, hanem gyakorlatilag a gólkirály, a torna legjobb kapusa, tehát egyénileg is. Minden kategóriában, igen, minden kategóriában lesznek külön díjak természetesen, úgyhogy tényleg ezért is kell szakmai szemmel is nézni, hiszen ki kell választani egy-egy tornán a legjobb kapust, a legjobb góllövőt és a legjobb játékost, de természetesen ez megilleti őket, hiszen ők teljesítettek azon a tornán a legjobban, miért ne kapnának külön díjat. Tudomásod szerint egyébként hány éves a legfiatalabb mini futballista Magyarországon, és hány éves lehet a legidősebb? Mennyire széles az olló mini futballban? Hát én ismerek olyan 60 akárhány éves urat is, aki kispályázik és heti rendszerességgel, úgyhogy én azt mondom, hogy ilyen 60-70 éves korig még nyugodtan lehet űzni, természetesen egészségügyi állapottól függően. És én minifocisnak tartom akár már az óvodásokat is, akik ott kispályán, az óvoda udvarán vagy a lakótelep betonos részén ott fociznak és kispályás fociznak, én őket is minifocisnak tartom. Igaz, hogy nem olyan szinten és nem olyan szervezettséggel, de ők akkor is kispályás labdarúgók. És belőlük lesznek majd később az igaziak. Lehet szurkolni, ugye? Hogyne, a helyszínen, tehát a vidiu utánpótlásbázisán a csapatokban. Tehát természetesen ingyenes a bejárás, nyugodtan jöhet a közönség, lehet szurkolni, szórakozni. Különböző látványosságokkal készülünk, például hétvégenként csocsóasztal van kín, lehet csocsózni, tekballozni, lesz majd egy színpad is, egy hétvégén azért külön akár fellépővel, zenével, DJ-vel kedveskedünk, úgyhogy tényleg ez egy fesztivál hangulat, ami főleg a fociról szól, a mini fociról, de mellette azért a környéken is érezze jól magát az ember. Nyilván azért azt is szeretnétek, hogy legyen majd folytatása netán egy második futballfesztivál, vagy még akkor nagyon erőre ugrok? Most még nagyon benne vagyunk a szervezésében, és még az elején tartunk, de természetesen felmerült, hogy idén is megpályázzuk ezt a hasonló pályázatot, és akár jövőre is meg lehet a második része ennek. Miért ne? Te játszol? Nem. Hogy? Nekem különböző feladataim vannak, ami miatt ezt nem tudok játszani, de hát néha sajok a szívem, igen. De azért van időd? A fesztiválon kívül azért van időd foci csukát fölvenni és focizni? Van erre időd? Belefér? Hát egy öreg fiúk csapatba le vagyok igazolva, tehát ott szoktam szombatonként pályára lépni, ha betesz az edző. És az Alba Ligába is, ez pont a jövő héten fog indulni, ugye a Fehérvári kispályás bajnokság, és ott az első osztályban igen, csapatvezetőként is részt veszek, és néha, amikor kevesebben vagyunk, akkor néha beteszem magam a csapatba is. No, hát sok sikert ez a bizonyos Európai Mini Futball Fesztivál, szeptember 20-a és 30-a között Székesfehérváron a Vidi utánpótlás bázisán a Csíkvári úton. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Kedves nézők, ez volt már a Bajnokok Városa, további szép estét, viszontlátásra!